2001. június 28-a, reggel 6 óra. Indul a csapat Nagy-Britanniába, a Weddingtoni Nemzetközi Repülőnapra. A MiG-29-es felszállását előkészítő, szükség esetén kisebb javításait végző állomány egy AN-26-os csapatszállító repülőgéppel utazik. Vári Gyula bemutató pilóta Pintér Sándor ezredparancsnok társaságában indul útnak egy kétüléses MiG-29-essel. A légi bemutatón főszerepet játszó együléses vadászgép pedig az ezred egy másik pilótája Szabó Zoltán irányításával jut Angliába. Ez már a németországi láge. Némi pihenő és üzemanyag utánpótlás után a harci gépeket ismét előkészítik a felszállásra. Majd először a két harci gép, röviddel azután pedig a csapatszállító indul el a célállomásra, Weddingtonba. A MiG-29-es pilótái a műszakiaknál korábban érnek a brit légi támaszpontra. Vári Gyula a csapat megérkezéséig pihenéssel tölti az időt, miközben átgondolja a rövidesen kezdődő helyszíni főpróba elemeit. Késő délután a pilóta gyakorló bemutató repülésen próbálja ki a légiterep adottságait. A magyar katonák szálláshelye a Weddingtontól 7 kilométerre lévő kisvárosban, Lincolnban található. A repülőnap idején a település nevével azonos egyetem kollégiumában tölti szabadidejét a Szent Györgyi Dezső harcászati repülőezred állománya. A nem túl szorosra szervezett program többszöri városnézésre, vásárlásra is lehetőséget ad. Június 29-e a magyar légierő katonái számára a pihenés jegyében telik. Június 30-a szombat azonban már a premier napja. Ez az úgynevezett briefing, azaz a repülés előtti eligazítás, amelyen való részvétel nélkül nem szállhat fel pilóta. A briefingen a használatos pályairányról, a széladatokról, bizonyos manőverek végrehajtásának lehetőségeiről, a felszállás pontos, esetleg megváltozott időpontjáról tájékoztatják a hajózókat. Hogyan készül a pilóta egy ilyen repülőnapra? Jelen pillanatban izgulok, mert elég nagy a szél, meg nézd meg azért, hogy milyen felhők vannak. Ha jó sok az idő, jó sok, azt mondják, hogy 600-as felhő alap, ami nekünk kevés. Hát most figyelgetem a többieket. Készülni majd úgy fogok, hogy közvetlenül a felszállás előtt azért még úgy magammal eljátszom, hogy mit akarok repülni pontosan. Ennyi a készülés. Mikor ideértünk, akkor már repültél egyszer. Milyen volt? Nem voltam megelégedve magammal, megmondom őszintén. Pici ez a reptér, tehát más az elhelyezése. A reptér ugyanakkora, de ahol a nézők vannak, az egy aránylag kis hely. Tehát be kell szűkíteni úgy a programot, hogy ő előttük zajljanak az események.
Na most ez egy ekkora oldalszélben, meg ráadásul fordítós startnál, egy ilyen időjárásnál elég nehéz. Úgyhogy nem voltam annyira büszke magamra. Az angoloknak tetszett, de nekem nem. Mennyi ideig tart majd ez a bemutató program? Hát remélhetőleg 10 percig, mint otthon általában. Ha több, akkor valami gondolom. Milyen viszonyok vártak fönn? Hát most valamivel jobb volt, megemelkedett a felhőapály 1200-ig, de a második tóverna egy is belecsúsztam egy kicsit, nem tudom földről, de az mi látszódott belőle. Jobb volt, mint a tegnapi érzésem szerint, de még most sem az, amire azt mondanám, hogy tökéletes. És mi az, amit nem sikerült megcsinálni? Hát nem árulom el. Nem, mindent megcsináltam, csak még lehet rajta finomítani. Egyébként egy ilyen repülőnapra mindig kell külön készülni, vagy hogyan alakul ez évről évre, bemutatóról bemutatóra? Mindig kell külön készülni, tehát eleve hetente egy többször gyakorlok. Ez nem csak azért, hogy most repülőnapra jövünk, hanem az, hogy saját magam karba tartsam valamilyen mértékben. Hát most így sikerült, úgyhogy nem olyan rossz mondom, mint a tegnapi, de tehát nyugodtabb vagyok ma már, de még van mit rajta csiszolni. Vasárnap az időjárás valamivel kedvezőbb a szombatinál. A nézőknek a magyar pilóta bravúrja láttán eláll a lélegzetük. A repülőgép előkészítése csapatmunka. Ahhoz, hogy egy MiG-29-es a levegőbe emelkedjen, minimum 8-9 főmunkájára van szükség. Mi hagyományos, régi orosz rendszer szerint előkészítést csinálunk, ami Magyarországon még honos. Ennek megfelelően 5 szakákbontásban dolgozunk a repülőgépen, és a esetleges meghibásodások elhárítására még hoztunk ki szakembereket, akik a repülőgépet mélyebben ismerik, mint akik üzemeltetik. Mikor egy ilyen MiG-29-es földet ér, akkor van rajta javítani való, vagy sűrűn adódnak problémák? Hát a statisztika azt mutatja, hogy 15-20 óra között fordulhat elő egy meghibásodás, de a statisztikától a élet eltérhet. Hát bízunk benne, hogy mindenféle probléma nélkül meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Mennyi idő telik el egy leszállás és egy felszállás között, hogy ez a gép újra a magasban emelkedhessen? A teljes körű előkészítést csinálunk, és fegyverrendszert nem használunk. Hát 30 percen belül mindenképpen meg tudjuk oldani az előkészítést. Különböznek-e ilyenkor a feladatok, vagy van-e több feladat, mikor egy repülőnapra kell felkészíteni a gépet? Igazándiból a repülőgép előkészítésében különösebb különbség, tehát eltérés nincs, mint amit otthon csinálnánk. Itt a helyszínben adódhatnak különbségek, valamint abból, hogy egy nagy távolsági manővert hajtott végre a repülőgép, míg ide kiért, és bízva abban, hogy meghibásodás lesz vagy nem lesz, ugye megfelelő szakembereket hoztunk ki, akik minden nap az életben nem foglalkoznak repülőgép előkészítéssel. És ennek a munkáját összehangolni, ez egy különös feladatot jelent számunkra. A MiG-29-es persze nem csak a levegőben aratott nagy sikert, keresett volt a statikus bemutatón is. A több százezer nézőnek persze nem volt könnyű választani, hiszen jelen volt a világ szinte összes nációja, szinte valamennyi nemzet repülőgépe. Itt voltak a házigazdák, az amerikaiak, a svédek, a spanyolok, a németek, az osztrákok és az izraeliek is. A harci és polgári repülőgépek mellett helikopterek is a magasba emelkedtek. Milyen feladatot jelent az ezred életében egy ilyen repülőnap? Nagyon fontos dolog számunkra, mert egy ilyen repülőnapon történő részvétel demonstrálja a pilótáink képzettségét és a műszaki állományunk felkészültségét a gépek kiszolgálására. Egy ilyen repülőnapon mennyire sikerül barátságokat kötni, kapcsolatokat teremteni más nemzetek pilótáival és katonáival?
sikerül. Gyakran találkozunk ugyanazokkal az emberekkel, akikkel az előző sorban együtt dolgoztunk, és találkozunk nyilván új emberekkel, és új barátságok szövődnek, hiszen a szakmát ezek az emberek mind szeretik, és ennek az eredménye az, hogy komoly kapcsolatok jönnek létre. Össze lehet ezt hasonlítani a hazai repülőnapokkal? Lehet itt valamit tanulni, amit esetleg otthon alkalmazni lehet majd? Mindenképpen. Ez a célunk, egyik célunk, hogy a következő évi repülős óra történő felkészülés tárgyát képezi ez a mostani kirándulás is. A kétnapos érsót július 1-én vasárnap este egy nagyszabású hangárparti zárta. A könnyed esti kikapcsolódásra eljött valamennyi résztvevő nemzet katonája. Július 2-a Weddington délelőtt 10 óra. Irány Magyarország a légierő kecskeméti bázisa. Az odafelé már megszokott út, a megszokott repülőgép, a megszokott lágei üzemanyagutánpótlás, s a megszokott magyar fogadtatás, pezsgő és szendvicsek. A magyar légierőt Vári Gyula őrnagy képviselte Angliában a Weddingtoni Nemzetközi Repülőnapon. A magyar bemutató pilóta ebben az évben járt már Törökországban, s rövidesen ismét Angliába repül majd a Katismóri világbajnokságra. Vári Gyula bemutatkozik majd Olaszországban, Belgiumban és Magyarországon Szent Király Szabadján is hasonló repülőnapokon. Ez a mozaik, melyben Bukovinszky Zsolt és Róka László riportját látták Nagy-Britániából a Weddingtoni légitámaszpontról.